Sziasztok! Hello! How are you? Ez itt a How are you csatorna, és Toszkánában vagyunk még mindig, és igyekszünk egy kicsit segíteni azoknak, akik Toszkánába készülnek, vagy ha nem készülnek Toszkánába, akkor pedig megmutatjuk nektek Toszkánának a nevezetőségeit. Itt vagyunk most Toszkána, talán egyik legkedveltebb turista helyén. Szerencsére most nincsenek sokan, ugye októberben vagyunk, kicsit a nyári turizmus már lement. A városka neve San Gimignano, és hát ahogy elindulunk San Gimignano felé, akkor nem tudjuk elhibázni a városkát, hiszen a távolból már eléggé különleges látvány tárul elénk, hiszen ugye a városka arról híres, és talán itt is látjátok itt a felvételen, hogy pici kis, vagy nagyobb bacska, vagy még nagyobb tornyok próbálnak az ég felé törni. Mik ezek a tornyok vajon, és egyáltalán milyen célt szolgálnak? Nagyon izgalmas, ugye az emberiség mindig törekvő, az emberek mindig jobbat, többet akarnak mutatni, mint a másik. Valaki a férfiasságát méri össze a másikkal. Itt a középkorban nem ez volt a fő mérce, tehát ugye jelenleg a politikában csinálják ezt. A fő mérce az volt, hogy a helyi gazdagok elkezdték a férfiasságukat, az erejüket, a gazdagságukat azzal bemutatni, hogy minél magasabb tornyokat építettek. És így, hogyha a helyi pék építette egy magas tornyot, akkor a helyi szabó egy még magasabbat, és a helyi borász pedig próbálta őt überelni, és még magasabbat csinált. Addig-addig versengtek egymással itt a helyiek, hogy több mint 70 torony épült, tehát valakinek volt egy háza, és arra épített egy jó magas tornyot, aztán a szomszédja még magasabbat és még magasabbat. Ebből a 70 toronyból jelenleg csak alig több mint 10 van meg, de ezek is nagyon gyönyörűek, és ugye a várost ezáltal egy nagyon különlegessé teszik. Maga a város egyébként gyönyörűen megőrizte a középkori megjelenését, fantasztikus, tehát aki teheti és Toszkánában jár, ezt ki ne hagyja. Érdemes azért arra figyelni, hogy még most októberben is a parkolás eléggé nehézkes, tehát érkezzünk korán, van sok parkoló a város körül, viszonylag megfizethető áron, csak éppen, hogyha megtelnek a parkolók, akkor az autóval való ideérkezés kicsit nehézkes. Úgyhogy megyünk még tovább, úgyhogy meg fogjuk nektek még mutatni San Gimignanót még több arcát, viszont a leglényegesebb talán ez volt, hogy itt ezek a tornyok, amik a legérdekesebbek, legfontosabbak. Menjünk tovább, és még a történelméről egy pár dolgot majd egy későbbi videóban majd hozunk nektek. Sziasztok! És akinek tetszik, az iratkozzon fel, gyertek velünk, utazunk mindenfelé, és mutatunk nektek jobb dolgokat, meg egyéb különlegességeket itt a How are you csatornán. Sziasztok!